teljes körülkiválasztó nap lesz, tehát egész délelőtt foglalkoztatva lesznek. 10 órától fog elindulni az edzés, ahol motorikus tesztek is lesznek, tehát lesz sprint teszt, 5-10 és 30 méteres futások lesznek, lesz egy agility teszt, és lesz utána ugye előkerül a labda. Egy az egyenlen játék kapulelővés, és ugye a végén a várovárt mérkőzés játék. Én nagyon izgatott vagyok, nagyon reménykedek abban, hogy nagyon sok tehetséges kislányt fogunk megismerni, és még jobban reménykedem abban, hogy nálunk is fogják folytatni a pályafutásokat. Mindenképpen sok lányra számítok, sok tehetséges lányra, akik megmutatják magukat, hogy mit is tudnak valójában, és szeretnénk őket ide beintegrálni az akadémiára. Az akadémia U15, U17 és U19-es korosztályban fog indulni a nyártól bajnokságokban. Van számos példa nálunk a felnőtt csapatban, hogy a fiatalokra építünk, akár a Nagy Lili, vagy akár a Witzler a nevét is említhetjük. Tehát mindenképpen megvan a jövőkép a lányok számára, hogy aki elég tehetséges, illetve tesz azért, hogy följebb tudom lépni a ranglétán, az meg fogja kapni idővel a lehetőséget abból, hogy a felnőtt csapatunkban szerepelni tudjon, először edzéseken, aztán mérkőzéseken is bizonyítani tudjon. Én mindig a saját pályafutásomból indulok ki ilyen téren. Én amikor fellépek a pályára, akkor látszik a szememben az, hogy fú, de mennyire izgatott vagyok, hogy focizni fogunk. És én például ezt is fogom figyelni a gyerekeken, hogy amikor fellép a pályára, vagy elkezd egy gyakorlatot, vagy benne van egy feladatban, akkor milyen a testbeszéde. Nekem ez nagyon fontos, hogy olyan legyen, aki látom, hogy igen, ő akar lenni a legjobb, igen, ő meg akarja csinálni, meg akarja mutatni magát. Én ezt nézem legfőképpen most. Mit kerestek egy tehetségben? Mi az, ami megfog? A csibészség vagy a képesség? Mind a kettő. Az olyan, mind a kettő meglátszik egy lány labdarúgóban. Mindenképpen szeretnénk látni azt, hogy motivált. Tehát akarja és élvezi, amit csinál. Tehát menjen bele a párharcokba, legyen ott, csinálja, figyeljen. Tehát ezek nélkül szerintem nem lehet tovább lépni, nem tudsz előre lépni. Tehát a tehetség önmagában kevés, mindig mondják, de ez így is van. Tehát a munkamorálja nagyon fontos, illetve hogy akarja azt, amit csinál a pályán. Mi az, ami a Puskás Akadémia mellett szól, hogy még regisztráljanak? Mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk itt az akadémián, hogy ez egy nagyon egységes komplexum, tehát itt vannak a futballpályák, itt van az étterem, itt van a kollégium, itt vannak a pályák, és én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen megnyugtató egy szülő számára, hogy tudja azt, hogy a gyereke nem utazgat nap, mint nap több órát, hanem itt van egy helyen, felügyelet mellett van, ilyen jó helyen van, ilyen szép helyen van. Én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy nagyon jó dolog. Ugye tudunk kollégiumot biztosítani, sulit biztosítani, ilyen nagyszerű futballpályákat biztosítani, remek szakemberekkel dolgozhatnak majd a lányok, nevelőkkel, tanárokkal, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen a Puskás Akadémia hatalmas erőssége.